Most gyorsan leszettem a körmeimet, és újra fogom őket festni. Közben pedig megvágom majd az egyik YouTube videómat. Egy kis kakaózás, és már a harmadik adventi gyertya is ég. Oda nézzetek. Azért jól tudunk élni. Ez a kedvenc kis télapós csészécském. Anya én kis hideg kakaót iszik. Jaj, anya, megadod a módja. És ég a három gyertya. Egyébként nálatok is úgy van, hogy minden családtag meggyújt egy gyertyát. Mert én mindig a negyedikre tartogatom magam, hogy egyszerre négyet kelljen meggyújtanom. Ez az én kis taktikám. 14-e van, és megcsináltam a sminkemet, most pedig becsatlakoztam az irodalom órámra. Szóval mindjárt előveszem a fizetemet, és csináltam egy jegyzetet a francia fogalmazásomhoz, szóval amíg beszélgetnek, addig ezt elkezdem írni, aztán átérünk majd az irodalomra, és akkor most még óráim vannak, szóval igazából ez lesz a tervét délelőtre, és utána meg végre ebéd. Az dobja fel így a hangulatomat, hogy nem sokára ebéd, de most először még végig kell ülni az órákat, szóval hajrá! Nézzük gyorsan a kalendáriumot. Ezeket még nem állom, ezeket könnyű kivenni. Kekszkrémmel töltött. Amikor Belgiumban voltam, ott volt a záró orientáció csereprogramom után. Spekulációzt kenyérre kenték. No, rendesen, szóval ez durva volt. Közben meg is csináltam a fogalmazásomat. Nagyon tetszik, hogy itt van ez a kis fiókom, és vannak ilyen tartóim, és ezekre mappákat raktam, és így ez a rendszerezés nagyon megkönnyíti, szóval kiválasztom a franciát, és akkor itt lesznek valahol a fogalmazásaim. Itt van, meg is találtam. És ezt én úgy szoktam csinálni, ez például egy emelt érettségi, és ugye a lapra próbálom megírni, mert ott pont annyi vonal van, amennyi kell, hát itt egy kicsit többet írtam, itt nagyjából annyit, amennyit kellett. Viszont mindig jegyzeteléssel kezdek, szóval a jegyzeteimet megcsinálom, kiemelgetem a fontos kis részeket, és így sokkal könnyebb felépíteni a fogalmazást. Ezt most gyorsan be is fotózom az Office Lens alkalmazásommal, amit azért imádok, mert hogyha most random csinálok egy képet, akkor az azért jó, mert hogyha rárakom a filter, teljesen olyan, mintha be lenne szkenelve, és így sokkal-sokkal könnyebb és sokkal jobb elküldeni a tanárnak például. Ma szó szerint egy Nutella karácsonyfát fogunk sütni. Nagyon izgatott vagyok, és ez az eddigi kedvenc karácsonyi receptem. Szóval tartsatok velem! Két csomag leveles tésztára lesz szükségünk, majd meglátjátok miért. Az egyiket kiterítve vágjunk belül egy karácsonyfa alakot, és kenjük meg az egészet Nutellával. Itt ne spóroljatok! Aztán egy kis fahéjjal szórjuk meg, és a második leveles tésztát rakjuk rá. Ezt is vágjuk formára, majd apró csíkokat csináljunk mindkét oldalon, és kezdjük el ezeket duplán megcsavarni. Ez bonyolultabbnak néz ki, mint amilyen nehéz, nagyon gyorsan megvolt, és utána már csak annyi maradt, hogy a maradék tésztából egy csillagot vágjunk a tetejére. Tejjel kentük meg, és utána 180 fokra 30 percre beraktuk a sütőbe. Amikor aranybarna lett, akkor egy kis porcukrot, azaz havat szórtunk rá, és az ízpróba sem maradhatott el. Egyszerűen imádtam. Próbáld ki te is! Reggelt kívánok mindenkinek! Nézzétek, ma milyen karácsonyi vagyok. Röltem van a kis mamuszom, elővettem a karácsonyi pizsomámat. Ezt imádom, egyszerűen nagyon-nagyon kényelmes. Érzem, hogy jön a karácsony, és gyorsan nyissuk is ki a kalendáriumomat. Lindor. Nézzétek, itt jövök le. És mit látok? Fredike itt a legjobb életét éli. Szóval, Istenem, ide hátrafeküdt, és betúrta magát a párnákba, és alszik. Igen, kiskutyák élete nagyon nehéz, szóval aludd is ki magad jól, Fredikém. Vettem gyorsan a halacskáinkat. Itt van a kis halkaja.
Sok? Nem, imád. Egy óra múlva folytatódnak az óráim, de most volt egy lyukas órám, szóval addig befejezem a töri jegyzetemet, mert én fogok felelni, és megiszom a kapucsinomat, és még megeszem mellé ezt a kis bombont, amiben volt a kalendáriumomban. Gyorsan felöltözködtem, és itt vagyunk most az ékszerüzletben, és nézzétek, itt vannak a kis táskáim. Olyan jó ezt látni, hogy ide ki van rakva. Hogyha egyébként is szeretnétek még beszerezni karácsony előtt, akkor írjatok nekem e-mailben vagy üzenetben, mert nagyon-nagyon gyorsan fogynak, szóval aki szeretné, az még most lecsaphat rá. Mamával jöttünk, és a mama is hordja a kis táskát. Mama, mit szólsz? Kommentálj valamit. Nagyon szeretem a táskát, vállamra fel tudom akasztani, vagy átrakom. Ha megyek a boltba, akkor olyan. A nyakad van! Nem hagyom el. Ti is hordjátok így, mint a mama. Ha láttok valakit, aki úgy megy, hogy egy táska van a nyakában, akkor az az én mamám. Képzeljétek el, nem sokára megyek az asztrológushoz, szóval 3-ra megyünk, és most fél van. Szóval nagyon várom már, hogy mit fog nekem mesélni, és utána erről is beszámolok majd nektek. Igen. Na, jajnya, anya is itt van velem. Sziasztok. Hogy érzed magad ma? Minden rendben van. Örülök, hogy találkozom veletek. Csinos, mint mindig. Köszönöm. Itt vagyok Gyöngyivel, és ő fogja nekem most így bemutatni, hogy az alapján, ugye, hogy amikor megszülettem, hogy milyen, hogy álltak akkor a bolygók, ugye? Csillagok. A bolygók, igen, ez egy asztrológiai konzultáció, és a születési képletedről fogok neked mesélni, tehát bemutatlak saját magadnak a te energetikai vonalaid alapján, az energetikai rendszered alapján, úgyhogy így van, erről fogok most mesélni. Egyről életre mindig hozunk magunkkal egy új feladatot, hogy na most mit vállaltam fel, hogy most miben fogok fejlődni. Mivel, hogyha feltételezzük ezt, hogy ugye voltak előző életeid, akkor ott ez számos... Meg lehet állapítani, hogy mi volt a... Bizony, erről fog neked mesélni. Úristen, de jó. Nagyon izgalmas. Ez az asztrológusos látogatáshoz, konzultációhoz annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy nekem nagyon-nagyon jó élmény volt. Egyrészt Gyöngyi, akit ugye az előző videóban, videoklipben láttatok, nagyon-nagyon szimpatikus volt, és egy élmény volt vele beszélgetni. Abban láttam nagyon nagy hasznát, hogy most egy fontos döntés előtt állok az életemben, hogy milyen irányt válasszak a továbbtanulás terén. Arról is szó esett, hogy mik azok az irányok, amik nekem a kiteljesedést elő tudják majd segíteni a jövőben. Szóval ezeket mindenképpen szem előtt tartom majd, és igazából erről ennyit szerettem volna mondani. Kényelmesen fekszel? Ne aggódjam azon, hogy elfoglaltad a helyem, nyugodtan aludj itt egyet. Istenem, de édes vagy. Gomb szemeivel. Jó reggelt kívánok mindenkinek, már túl vagyok egy matek órán, és most az Alizzal itt facetime-olunk. Köszönj egyet, Aliz! Sziasztok! Közben itt van még a kis kapucsinom, és kinyitottam a mai adventi kalendáriumot, amiben ez a magyarós kis csoki volt. Szóval ezt majd később megeszem. Ma én főzöm a vacsát, a hagymavágásról egy kicsit könnyedek. Itt sül a hagyma, és van itt tojás, mert hogy omlettet fogok csinálni. De nem akármilyet, hanem lesz benne egy kis vaj, és te is, és attól isteni. Ti is ezt mindenképp próbáljátok ki, szóval most egy timelapse következik. Készen van a vacsoránk, egy kis toszt került még hozzá, zöldségek, a bacon is elkészült, és ez a tojás, szóval ez a vacsink. Most néztem pont az Instámat, és többen is írtatok nekem üzenetet, hogy már nagyon hiányoltok engem, és el nem tudom mondani, hogy ez mennyire jól esik. Köszönöm szépen, hogy tényleg érdeklődtök. Többen már meg is ijedtek, hogy esetleg valami probléma van velem, vagy ilyesmi, szóval. Nagyon-nagyon kedves tőletek, hogy így a szíveteken viselitek, hogy mi újság velem. Egyébként most ugye a francia csatornám is elindult, szóval abba is igyekszek egyre több energiát ölni.
Szóval, ha kíváncsiak vagytok rá, akkor azt is nézzétek meg, például azoknak ez szerintem jó kis gyakorlás lehet, akik tanulnak franciául. Most már hamarosan karácsony, szóval én már nagyon-nagyon izgatott vagyok, remélem, hogy ti is így vagytok vele. Bár valljuk be, azért egy picit stresszesek ezek az utolsó időszakok, mert tényleg mindenkinek a ilyen last minute ajándékbeszerzés van, mindent be kell csomagolni, össze-vissza gondolkozni, hogy milyen dekorációt tudunk még felrakni, szóval nem egyszerű, de mindenkinek erre ilyen téren is kitartást kívánok. Sziasztok, és puszi lesz titeket!